Varga Nándorral, a Karcagi Ipari Park Kft. Ügyvezető igazgatójával beszélgettünk a most zajló fejlesztésekről, a járda építéséről, a napelemparkokról és az üzembővítésekről. Évek óta tervezték, de most jutottak oda, hogy megépítsék azt a járdát, ami arra alkalmas, hogy a vasúti átjárótól az ipari területet rendes körülmények között megközelíthessék. Így nem kell 2-3 kilométert kerülni az ott dolgozóknak. Ez egy nagyon fontos beruházás. 2014-ben már megterveztük ezt a járdát. A MÁV-val történt egyeztetés kapcsán többször módosítottuk a tervet, mire a jelenlegi formában jóvá hagyták, engedélyezték. Most jutottunk oda, hogy megépítsük ezt a járdát, ami arra alkalmas, hogy a vasúti aluljárótól az ipari területet normális, rendes körülmények közt meg tudják közelíteni. Ez azért fontos, mert ha a gyarmati úton kellene nekik jönni, akkor körülbelül 2-3 kilométer kerülő lenne, és azért nem mindegy, hogy a munkába járás biztonságos körülmények közt és rövidebb úton történik, vagy nem. A 4-es útnál a körforgalomtól Szolnok felé jobbra 150 méteres távolságra útrekonstrukciót hajtottak végre. A 4-es útnál a körforgalomból, mikor város felől jövve Szolnok felé fordulunk, jobbkéz felől egy 150 méteres távolságra útrekonstrukciót hajtottunk végre. A lehajtó utat erősítettük meg, vastagabb, nagyobb teherbírású burkolatot és szélesebbet építettünk ahhoz, hogy az ott épülő napelemparkot meg tudjuk közelíteni, és majd az oda szállítandó anyagok egy részét, mert másik része már ott van, kellő biztonsággal tudjuk oda szállítani. Emellett magán beruházásban készül még az ipari parkban másik két napelempark is, amiből egy az EHUL-hoz kapcsolódik. Ugyancsak az üzemhez egy új rész is készül, ahol a purhabot hasznosítják majd helyben. Az üzemről annyit kell tudni, hogy korábbi tervünk is volt, hogy a EHUL Kft.-ben a hűtőkből, fagyasztógépekből kikerülő purhabot hogyan tudnánk hasznosítani. Ugyanis jelenleg pénzért elszállítják Ausztriába, ott fizetnek azért, hogy átvegyék tőlük megsemmisítésre ezt az anyagot. Egy magyar szabadalom kapcsán eljutottunk oda, hogy ezt fel tudjuk dolgozni úgy, hogy útszegélyt, járdaszegélyt, stékpallót és egyéb dolgokat tudunk előállítani, aminek stabilitása, szilárdsága nagyobb, mint a betoné, de a súlya csak a negyede. Ráadásul ezt úgy ki tudjuk alakítani, például a járdaszegély formájában, hogy magában az elemben benne van egy csapadékvíz elvezető, tehát ezzel munkaidőt, meg helyet is megspórolunk majd nagyon sokat, főleg azok, akik ezt fel fogják használni. Épül egy 1700 négyzetméteres csarnok. Fele szociális rész és iroda, a másik fele a gyártócsarnok lesz. Jelen pillanatban kettős céllal építkezünk. Egy 1700 négyzetméteres csarnok épül itt. Ennek fele szociális rész és iroda. A másik fele az a gyártócsarnok lesz, ahol ez előbb említett termékeket fogjuk előállítani. A másik csarnok, az ennek majd a duplája, hisz 3700 négyzetméteres fedett területet jelent, ahol első időszakban raktározni tudjuk a bejövő és kimenő anyagokat. A későbbi fejlesztések során, amikor új termékeket is elő fogunk állítani, akkor ott szeretnénk bővíteni a gyártást. Nem véletlen, hogy itt az első épületben az irodai és szociális rész ilyen nagy lesz, hisz ezt már úgy alakítottuk ki, hogy az ott majdan dolgozó embereknek is kellő helyet tudjunk biztosítani. A beruházások befejezése. A járdának és az útrekonstrukciónak most lesz a műszaki átadása. A napelempark szeptember elejére végére várható. A járdának és az útrekonstrukciónak hétfőn lesz a műszaki átadása, ami azt jelenti, hogy ha
hibátlan lesz az átadás-átvétel, akkor ezt készre jelentjük, és akkor ezt használatba lehet venni. A napelempark megvalósítása szeptember elejére, végére várható, hát lépcsőzetesen egyik, másik, a harmadik, és ehhez a napelemparkhoz kapcsolódó, illetve a e-PUR üzemhez, ott pedig a végleges beruházás befejezése november 30-ig várható. Ez előre meg van határozva, hisz pályázati pénzt veszünk igénybe, és ehhez a pályázati pénzhez az elszámolást addig meg kell valósítanunk. Ennek része az, hogy a most épülő gyártócsarnok augusztus végéig elkészüljön, a tető, oldalfal, belső betonozás, minden, akkor kezdődhet a technológiai szerelés, ami körülbelül október közepére, végére várható, és egy hónap próba üzem után, november végére várhatóan a épülettel együtt átadjuk az egészet. A dolgozók létszámát is el tudom mondani, 20-22 fő várható, hogy három műszakban fog dolgozni. Ez nem soknak tűnik, de hogyha azt nézzük, hogy ennek az üzemnek a termelékenysége milyen jó, hisz gépesítve van a munka zöme, ezért nagyon fontos, hogy ilyen üzemek is legyenek, és ha a nagyobbik csarnokban szintén megkezdődik a gyártás, akkor további, ennél nagyobb létszám foglalkoztatása is várható. A PET palack feldolgozó üzemet a Recipet Kft-től megvásárolta a Greenpet Kft. Megkérték az önkormányzattól az üzembe helyezést. Hamarosan kezdik az üzem rekonstrukcióját, majd az indítását. Most jutott el odáig a dolog, hogy a üzembehelyezést megkérték az önkormányzattól, melyhez a múlt héten kapták meg az engedélyt. Tehát hamarosan ennek az üzemnek a rekonstrukciója várható, hisz a meglévő gépeket, berendezéseket felül kell vizsgálni, munkavédelmi, elektromosság, érintésvédelmi szempontból, és utána tudják majd beüzemelni. Reméljük, hogy a régi kapacitásával fog üzemelni 2-3 hónapon belül. A Penny logisztikai központ is építkezik. Az új csarnokból a kelet-magyarországi boltokat fogja majd még jobban ellátni innen. Hál' Istennek a Penny logisztikai központ olyan forgalommal rendelkezik, hogy az eredeti tervnek megfelelően a kelet-magyarországi boltokat már nem tudta ellátni kellő mennyiségű és minőségű áruval. Nem a minőséggel volt gond, hanem hogy időben kiszállítsák azt, amit a boltok várnak. Közel fele nagysággal növelt területen fog üzemelni innentől kezdve a raktárbázis, ami azt jelenti, hogy dolgozók felvétele is lesz, továbbá a boltok ellátása Kelet-Magyarországon sokkal jobb lesz. Eddig a föld felszínén, illetve alatta zajlottak a beruházások, és most már látványosan a föld felett tartanak az építési munkákkal minden területen. Eddig a föld felszínén, illetve alatta dolgoztunk, ez nem volt látványos. Most minden területen rettentő mutatós az építkezés, és úgy tűnik, hogy most halad igazán. Amikor a csarnokra a tetőt rátesszük, és az oldalfalakat feltesszük, akkor megint nem fogunk sokat látni, hogy belül mi történik, de erre is szívesen meghívom a Karcag Televíziót, hogy szíveskedjen tájékoztatni a nézőket. A volt téglagyár területén lévő ipari parki terület hasznosításáról a titoktartási kötelezettség miatt csak annyit tudunk elmondani, hogy tárgyalások vannak. Az önkormányzat és országgyűlési képviselőink folytatnak tárgyalásokat egy üzem ide telepítéséről.